Íme a szűz gyermeket fogan és fiút szül, és az Emmanuel nevet adják neki, ami azt jelenti, velünk az Isten. Nagy öröm számomra, hogy veletek lehetek ma, és hogy ünnepelhetem Szűz Máriát ebben a szentében, ezen a kegyhelyen. Én már 2 éve, hogy a Szent Atya ebbe az országba küldött engem, hogy az ő képviselője legyek, az ő jelenléte, az ő hangja és az ő áldását közvetítsem. És pontosan a bazilika minor rang az, ami miatt annyira otthon érzem magam ezen a kegyhelyen. Volt alkalmam megfigyelni, hogy a magyar nép mennyire szereti Szűz Máriát. Magyarország tele van kegyhelyekkel, Mária kegyhelyekkel. Engedjetek meg egy személyes gondolatot is, hogy átadjam, hogy miért annyira fontos számomra ez a mai ünnep. Olasz vagyok, Veneto tartományból jöttem, édesanyám Vicenzai egy kegyhely közelében született, egy Mária kegyhely közelében. Ott is ennyire szereti a nép a szűzanyát, mint itt Magyarországon. És amikor a nagymama egyszer éppen arra kegyhelyre zarándokolt, akkor sietnie kellett haza, mert már született a nuncius úr édesanyja, aki a Mária nevet kapta. És mivel pontosan ezen a napon történt mindez, szeptember 8-án, ezért egyszerre ünnepelheti ezt a napot, mint égi és földi édesanyjának a születésnapját. És éppen ezért nagyon hálás vagyok, hogy itt veletek lehetek ma, és együtt ünnepelhetjük Szűz Máriának a születésnapját. Számos okunk van, hogy tiszteljük és szeressük Máriát. Az első az az, hogy ő a mi édesanyánk. Szeretettel tekintünk rá, és egyúttal csodálattal is. Mert Mária nagy, Isten csodája az emberiségben. Egyszer egy püspökatyától hallotta a következő hasonlatot. Képzeljük el, hogy valami nagyot akarunk alkotni. Képzeljük el azokat az építészeket, akik ezt a bazilikát felépítették. Mennyire készültek, mennyire igyekeztek, hogy valami szépet alkossanak. Minden erejüket beleadták. Ha ezt megfontoljuk, el tudjuk képzelni, hogy mennyire igyekezett az Atya Isten, Fiú Isten és a Szentlélek, hogy előkészítse Máriának az eljövetelét, aki kegyelemmel teljes, hogy mindent megtegyen, hogy az valóban csoda legyen az ő eljövetele az emberiség számára. Az Úristen őt valóban úgy készítette elő, és úgy akarta, hogy anya legyen. Amikor tehát Mária megszületett, az valóban öröm volt az egész emberiség számára, mert végre olyan teremtmény jött a világba, aki teljesen tud felelni az Isten szeretetére, akinek a felelete, a válasza, az teljes arra, amit Isten adott, tökéletes teremtmény. Isten első terve a teremtéssel, az megsérült, de Isten nem vonult vissza, tovább folytatta a gondoskodását erről a világról, míg végül előkészítette a tökéletes teremtményt, Máriát, akinek ezt a csodálatos anyaságát reméljük egyszer majd megértjük a mennyországban. Egy szentnél olvasta, amikor mi emberek imádkozunk, akkor szemünket és fejünket az égre emeljük. Én Istenem. Mária, amikor imádkozott, akkor lefelé nézett az ölébe. Úgy mondta, én Istenem. Máriának az egyik címe az, hogy ő kiegészíti az Istennek a mindenhatóságát. Persze, hogy Isten az egyetlen mindenható, de amikor Mária kéri őt értünk, akkor az ő imájának semmi nem állhat ellen. Ezért imádkozunk, és imádkozunk nem csak otthon, hanem ezeken a szent helyeken is, ahol ő ki akarta nyilvánítani az ő különleges szeretetét és jelenlétét. Kicsit átolvastam ennek a kegyhelynek a történetét, és csodálattal olvastam azt a sok évszázados hagyományt és csodát, és szeretetet, amelyek itt övezték a szűzanyát, és azokat a csodákat, amelyek tőle jöttek. És örülök, hogy ez a hagyomány nem szakadt meg, hanem folytatódik. Folytatódik bennetek ez a Mária tisztelet, és valóban ez az egyik legnagyobb kincsünk, amit a szívünkben hordozunk.
az Úristen szeretettel néz ránk, és Mária szemével néz ránk, és amikor Máriának jó gyermekei vagyunk, akkor lehetünk jó gyermekei Istennek is. Újítsuk meg ezt a szeretetünket, ezt a tiszteletünket Szűz Mária iránt, és intézünk hozzá most különösen egy imát ő hozzá, aki a béke királynője is. Szent Atya, a múlt vasárnapon hirdette meg azt az imanapot, amely tegnap ment végbe, tegnap szombaton a Szent Péter téren ő maga is imádkozott hívek sokaságával a békéért Szíriában és a Közel-Keleten, és kifejezte, és mi is ki kell, hogy fejezzük imánkban nagy vágyunkat a béke irány. Chiamo con desiderio e con un nostro cuore.